Hú, de meleg van itt. De hát kellemesebb a környezet, a háttér, mint a sötét stúdióban. Úgyhogy most innen fogom folytatni a pajzsmirigy betegségekkel kapcsolatos videókat. A hipertüréhoz is, az a csökkent pajzsmirigy működéssel foglalkoztunk a múltkori adásban, mivel ez a leggyakoribb pajzsmirigy betegség. Főként a tüneteket néztük meg, mivel azokat érdemes először tudni mindenkinek. Ma tovább vizsgáljuk a pajzsmirigy működését, nem csak a tüneteket fogjuk végigjárni, hanem azt is jobban megnézzük, hogy miért jelentkeznek a tünetek, milyen konkrét hatásokat gyakorolnak a pajzsmirigy hormonok a különféle szerveinkre. Ezért aztán szó lesz a túlzott pajzsmirigy működésről is, sőt a videó végén egy pajzsmiriggyel kapcsolatos rendkívül súlyos állapotot is bemutatok. Gyorsan tekintsük át a pajzsmirigy hormon termelésének és szabályozásának útját. Az út a hipotalamusztól kezdődik, amely az agy közepén található a talamusz alatt. A hipotalamus pajzsmirigy felszabadító hormonnak nevezett hormon termel, más néven trh -t. A hipotalamus alatt található az agyalapi mirigy. TRH közvetlenül nem a pajzsmirigyre hat, hanem az agyalapi mirigyre, és serkenti az agyalapi mirigyet egy másik hormon felszabadítására. Ezt a hormont pajzsmirigy stimuláló hormonnak, vagy TSH-nak nevezzük, ahogy erről volt szó már korábban. A TSH aktiválja a pajzsmirigyet, a pajzsmirigy hormonok termelésére serkenti. A pajzsmirigy hormon a pajzsmirigyből a véráramba kerül, ahol eljött a test számos szervébe, és ott különféle hatásokat lát ki a fő pajzsmirigy hormonok, ugye a T3 és a T4, az utóbbi tiroxin néven is ismerjük. A T3 és T4 negatív visszacsatolási hurokkal rendelkezik a hipotalamuszban és az agyalapi mirigy előső részében. A negatív visszacsatolási hurok segít szabályozni a pajzsmirigy hormonok szintjét a vérben, és fenntartani a pajzsmirigyel kapcsolatos egyensúlyt a szervezetben. És miért hívjuk negatívnak Hát azért, mert egyfajta visszaszabályozást okoz, leszabályozza a rendszer. Például, ha a pajzsmirigy hormon szintje magas a vérben, akkor ez gátolja a hipotalamuszban és az agyalapi mirigyben a serkentő hormonok felszabadítását. Most nézzük meg a pajzsmirigy hormon szervezete gyakorolt hatásait. A pajzsmirigy hormon számos célszövettel rendelkezik. Célszövetről akkor beszélünk, ha az adott hormonnak van receptora a szövetben. Vegyük úgy, hogy a pajzsmirigy felpörgetés felgyorsítja a dolgokat a szervezetben. Ha a sejtszinten -e nézzük, akkor a pajzsmirigy hormon általános hatása a legtöbb sejtre az, hogy fokozza a fehérje szintézist és a sejten belül anyagcsere aktivitást. A sejten belüli megnövekedett metabolikus aktivitás pedig fokozza a szervezet általános anyagcseréjét. Az anyagcsere fokozódása testőt is termel, ezt termogenezisnek nevezzük. Most nézzük meg egyenként, mit jelent a fokozott anyagcsere aktivitás a különböző szervek esetén. Kezdjük a szívvel. A szívre hatva a pajzsmirigy hormonok növelik a béta 1 receptorok számát és érzékenységét. A béta receptorokhoz kötődik az epinefrin és a noradrenalin, amelyek részt vesznek a szimpatikus válaszban a stressz, harc vagy menekülés folyamatában. A béta 1 receptorok aktivitása növeli a szívfrekvenciát és fokozza a szív összehúzódását. Itt egy nagyon fontos dolgot tudhatunk meg. Ha növeljük a szív összehúzódás erejét, az, azzal növeljük a löket térfogatot, ha pedig mind a szívfrekvenciát, mind a löket térfogatot növeljük, ez növeli a perc térfogatot, ami növeli a vérnyomást. A pajzsmirigy hormon fokozza az anyagcsere aktivitást a gyomor bértraktusban is, ami növeli a gastrointestinális rendszer, tehát a a gyomor-bél-traktus mozgékonyságát és a váladék kiválasztást. A következő, hogy a pajzsmirigyhormon átjuthat a véragygáton és hatással van a központi idegrendszerre, különösen a fejlődő agyban a születés előtti időszakban. A hormon fokozza a neurogenezist, ami azt jelenti, hogy új neuronok képződnek, új idegsejtek képződnek. Növeli a mielinizációt is, a mielin egy burok, amely az idegnyúlványok körül képződik, ez segíti az elektromos impulzusok vezetési sebességét az idegsejtek hálózatán keresztül. A pajzsmirigy hormon elősegíti több szinapszis, azaz idegi csomópont kialakulását, ezeken keresztül kommunikálnak egymással az idegsejtek. Segíti továbbá a dendrit képződést, ezek az idegsejtek elágazódásai, a nyúlványok elágazódásai. Pajzsmirigy hormon növeli a szimpatikus idegrendszer általános aktivitását. Mindezek a neurológiai hatások fontos szerepet játszanak a központi idegrendszer és az agy fejlődésében, különösen ugye a születés előtti időszakban, de szerepet játszanak a felnőttek hangulatában és a mentális megismerésben is. A pajzsmirigy hormon fokozza a bőr vérkeringését és segít fenntartani a bőr egyensúlyát, serkente a különböző bőrsejtek szaporodását, a bőr különféle rétegeiben, fenntartja a verejtékmirigyek működését és a bőr felületére jutó zsíros váladékot is. Serkenti a hajnövekedést és serkenti a köröm növekedését is. Most, hogy láttuk a pajzsmirigy hormon fő hatásait, a hipotireózis és hipertireózis tünetei gyorsan értelmet nyernek. Múltkori videóban végnéztük a hipotireózist, ezért erről bővebben nem beszélek most csak ismétlésnek annyit, hogy ez a pajzsmirigy alulműködését működését jelenti. Ugye a hipo előttag mindig azt jelenti az orvosi fogalmakban, hogy valami kevés vagy alacsony. A tireó pedig a pajzsmirigyre utal. Ugye a hipo ellentéte a hiper. A hiper előttag normál feletti, túlzott, magas vagy megnövekedett értéket jelent. Itt kérdezném meg, hogy volna érdeklődés egy kis orvosi szaknyelv tanfolyamra, ahol meg lehetne tanulni a zárójelentések titokzatos nyelvezetét, hát ha érdekelne ilyesmi, meg kommentben, és elegendő érdeklődés esetén, hát majd csinálok valamit. A pajzsményi túlműködés tüneteire a legegyszerűbb úgy gondolni, hogy az felgyorsítja a dolgokat, hogy az alulműködés tüneteire pedig az illik, hogy lelassítja a dolgokat a szervezetben. Van azonban egy érdekes aspektusa a pajzsményi működési zavarainak, a vérnyomás egy alulműködésben csökken a béta egy receptor megjelenése és érzékenysége. Ez bradikardiához, azaz csökkent szívritmushoz vezet. Az ember azt várná, hogy a vérnyomás is alacsonyabb lesz ezáltal, de ez nem így van. Ugyanis a pajzsmirigy alulműködése magas vérnyomást okozhat, akárcsak a pajzsmirigy túlműködés. Vajon miért? Nos, a beta receptorok mellett ott vannak még az alfa receptorok is pajzsmirigy alulműködésben a béta receptorok csökkennek, de az alfa receptorok száma növekszik, és az érzékenységük is, különösen az érfalakon lévő alfa-1 receptorok. Az alfa-1 receptorok hatása pedig az, hogy az erekben érszűkületet okoznak. Így hipotireózisban fokozott érszűkület és testszerte érrendszeri ellenállás van jelen, ami növeli a vérnyomást. A testhőmérséklet csökkenése is okozhat érszűkületet, így növelheti a perifériást, tehát a, a külső ellenállást, a testszerte lévő erek ellenállását. Tehát a pajzsmirigy alulműködésnél lassú szívverést és magas vérnyomást, míg a pajzsmirigy túlműködésnél gyors szívverést és magas vérnyomást láthatunk. De van még egy igen érdekes része a pajzsmirigy túlműködésnek, a tiroid vihar mi ez? Ugye ez a pajzsmirigy toxikus krízise, amelyet gyakran pajzsmirigy viharnak is neveznek, a hipertireózis, tehát a túlműködés súlyos, akut szövődménye. Pajzsmirigy túlműködésben túl sok pajzsmirigy hormon van, pajzsmirigy vihar esetén pedig hirtelen felerősödnek a hatások, berobbannak ezek a túlzott pajzsmirigy hormon hatások. Ritka és életveszélyes állapot ez, gyakori tünetei közé tartozik a magas láz és a szapor a szívverés. A pazsmirigy vihar egészségügyi vészhelyzet és kórházban intenzív osztályon kell kezelni. Pazsmirigy vihar általában azoknál az embereknél fordul elő, akiknél Graves vagy toxikus pazsmirigy adenómák, tehát csomók vannak. Csak úgy, mint minden pazsmirigy rendellenesség esetében a nők, nagyobb valószínűséggel tapasztalnak pajzsmirigy vihart, mint a férfiak. A betegek átlagos életkora 42-43 év, tehát ez nem az idős emberekre jellemző. Szerencsére az állapot nem túl gyakori, mivel a pajzsmirigy hormon a test számos részét érinti, pajzsmirigy vihar esetén a beteg valószínűleg elég rosszul fogja érezni magát. Nagyon melege van és izzad. Szapora a szívverése. Nagyon izgatott vagy szorong szédül, nem tud uralkodni a teste felett. Zavartan viselkedik. Elengedhetetlen, hogy a beteg a lehető leghamarabb eljusson a legközelebbi kórházba, ha ezen tüneteket észleli. Mi okozza a pajzsmirigy vihart? A kutatók még nem tudják biztosan, hogy bizonyos tényezők miért okozhatnak pajzsmirigy viharokat. Pajzsmirigy vihar alakulhat ki, ha hosszú ideig kezeletlen vagy alulkezelett pajzsmirigy túlműködésben szenved valaki, ez gyakran egy hirtelen és intenzív akut esemény vagy helyzet okozza. A pajzsmirigy viharát kiváltó hirtelen események a következők lehetnek. Pajzsmirigy gyógyszer szedésének hirtelen abbahagyása, hagyása. műtét, egyéb műtétek, sérülés, baleset, fertőzés. Akut betegségek például diabéteses ketoacidózis, szívelégtelenség és gyógyszerreakció hirtelen nagy mennyiségű jót kerül a szervezetbe, például jót tartalmú kontrasztanyagból, ugye valami fajta röntgenvizsgálat során. Szülésnél lehet ilyen és stroke esetén. Most mik a pajzsmirigy vihar jelei és tünetei? Magas láz, gyors szívverés, amely meghaladhatja 140-es frekvenciát percenként, izgatottság, ingerlékenység vagy szorongás, delirium, pangásos szívelégtelenség, eszméletvesztés, a vizsgáló orvos a fizikális vizsgálatra is támaszkodhat a pajzsmirigy vihar fizikai jeleinek ellenőrzésére. Találhat például golyvát, amikor a pajzsmirigy megnagyobbodik. A Graves betegség jellegzetes szemszövődményét is lehet látni, mert szem duzzanatával és kidudorodásával, kidülletésével jár. Aztán késik a szemhéj, akkor a felső szemhéj magasabban marad, mint kellene, amikor lefelé ez a beteg előfordul kézremegés, a bőr meleg és nedves, szapor a szívverése van a betegnek, vagy éppen akár pitvar fibrillációja is lehet. A pajzsmirigy vihar gyógyszere és a kezelése a következők. Azonnal a pajzsmirigy ellenes gyógyszerek, úgynevezett tionamidokadása, ezek megakadályozzák, hogy a pajzsmirigy hormon termeljen. Jódoldat, pajzsmirigy hormon felszabadításának megakadályozására, ezt infúzióba adják, béta blokkolók a tünetek kezelésére, aztán epesavkötő szereket is szoktak alkalmazni, meg megakadályozzák, hogy a bérelszer visszaszívja a pajzsmirigy hormonokat. hűtött hűtőtakarók a hőmérséklet csökkentésére, de akár kiegészítő oxigén kezelés is szóba jön. A pajzsmirigy olyan egészségügyi veszélyhelyzet, amely halálos kimenetülő lehet, ha nem kezelik. Az esetek 10-30% a halálhoz vezet. A pajzsmirigy miatti halálozás közvetlen oka lehet szívelégtelenség, szívritmus zavar, vagy több szerv elégtelensége egyszerre. A kezeléssel azonban a legtöbb ember 24 órán belül javulást tapasztal. Na most, ide kattintva, meg tudod nézni a. vagy ide. A videót az infarktus gyanú esetén szükséges azonnali teendőkről. Úgy gondolom ez is egy fontos olyan veszélyhelyzet, amiről mindenkinek tudnia kell. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát!